Néhány nap és zárul a Jónak lenni jó kampány. A közmédia idén a látássérülteknek gyűjt, a felajánlások összege meghaladta a 89 millió forintot, de továbbra is várják azokat, akik segítenének. Él a 13600-as adományvonal, ahol a 96-os melléket kell beütni, de banki átutalással is lehet csatlakozni az akcióhoz. Kicsik és nagyok együtt énekeltek a debreceni iskola karácsonyi ünnepségén. A diákok táncos produkciókkal is készültek. Az egyik dalt pedig külön a közmédia Jónak lenni jó kampányának tiszteletére adták elő. Az iskolában 50 éve foglalkoznak súlyosan gyengéllátó és vak gyerekekkel. 8 megyéből érkeznek ide diákok, 6 éves kortól egészen az érettségig. Sustyák Csaba is az iskola egyik tanulója. Azt mondja, hogy rengeteg segítséget és tapasztalatot ad neki az iskola. A fiú egyik álma, hogy énekes lehessen. Én szeretnék ezzel is foglalkozni, a zenével, az énekléssel. Szeretnék járni ilyen fellépéseket, akkor ilyen bulikba, mert szerettem ezt csinálni. Az iskolának rendszeresen segít a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. Például átdolgozzák a diákoknak a tankönyveket, így ők ugyanúgy készülhetnek a tanórákra, mint látótársaik. Emellett eszközöket is fejlesztenek. Ez a munka, amit a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége végez, akár támogató, akár segítő, akár szolgáltatóként a magyar vak emberek és gyengéllátó emberek körében, az felbecsülhetetlen értékű. Ezt a szervezetet támogatja idén a közmédia Jónak lenni jó kampánya. A befolyt összegből például különféle speciális eszközöket vásárolnak, és kiképzik a vakvezető kutyákat. A kampány utolsó napjain is sorra érkeznek a felajánlások. Olajtechnikával készült és vászonra. Köztük ez a Lélekzenéje című festmény is, amit Hanyu Zsolt adományozott. A festőművész rendszeresen segít másokon. Idén például hátrányos helyzetű gyerekeket tanított festeni. Ezt a felajánlást kubista stílusban festette. Az alkotásban nem csak a színek, hanem az érzések is keverednek. Ebben van melankólia és van öröm is, illetve a színekkel is ezt próbáltam ábrázolni, hogy tartalmaz hideg és meleg színeket is. A gyűjtés már meghaladta a 89 millió forintot. Azok, akik segíteni szeretnének a gyengéllátó embereknek, megtehetik, ha tárcsázzák a 13600-as telefonszámon a 96-os melléket. Minden hívás vagy SMS 500 forintos támogatást jelent. A Jónak lenni jó kampány vasárnap egy egész napos ünnepi műsorfolyammal zárul, amibe a közmédia valamennyi csatornája bekapcsolódik.